Alig egy hét van hátra a felsőoktatási jelentkezések beadásáig. A végzős diákok életében nagy mérföldkő a megfelelő tanintézmény kiválasztása. A döntés gyakran okoz fejtörést a fiataloknak. Az MNAMK főigazgató helyettese elmondta, intézményükben nagy gondot fordítanak a diákok megfelelő tájékoztatására. Több évre elnyúlóan egy kidolgozott pályaválasztási programmal segítjük a diákokat, hogy minél több információval rendelkezzenek. Két oldalról közelítjük meg ezt a dolgot, mégpedig onnan, hogy a diáknak az évek során legyen lehetősége minél jobban megismerni saját személyiségét, a saját képességeit, és azt, hogy mi okozna neki örömet majd a munka területén. A pedagógus elárulta, tanítványaik az utóbbi években a gazdasági és nemzetközi tanulmányokat választották leginkább. Az intézmény diákjai közül idén sokan döntöttek a pedagógusi, és nem meglepő módon a nyelvi képzések mellett. Én a Szegedi Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karára adtam be a jelentkezésemet, és germanisztikát szeretnék tanulni levelezőn, mivel mellette dolgozni is fogok. A felsőoktatásba való jelentkezés komoly döntéssel állítja a fiatalokat, így sokan több helyet is bejelölnek. Én a Kecskeméti Főiskolára adtam be a jelentkezést, mint a GAMF-ra, és a duális képzésben szeretnék részt venni. Beadtam több helyre is a jelentkezésemet, és még folynak a folyamatok, hogy hova fognak fölvenni. És a másik az pedig a Gödöllői Szent István Egyetem, ott is ugyanúgy duális képzésre jelentkeztem. A fiataloknak több lehetőségük is van a megfelelő munkahely és karrier kiépítésére. A felsőoktatási képzések mellett egyre népszerűbbek a szakmát biztosító szakképzési intézmények. Virág Tibor, a Bajai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, jelenleg hiány van a szakemberekből, amely komoly problémákhoz vezethet. Az egyik legnépszerűbb szakmacsoport a vendéglátás. Ez itt Baján mindig is jól ment, tele vannak a képzéseim, és ráadásul szakmai sikerek is egész jók. Ezen kívül, amit én látok, főleg a pénzügyi ügyviteli szakmák keresettek, ugye itt elsősorban lányokról van szó. A főigazgató hozzátette, az említettek mellett egyre nagyobb az érdeklődés az egészségügyi és a rendvédelmi pálya iránt is. Az elmúlt években jelentősen átalakult a szakképzési rendszer, hiszen megnőtt az ösztöndíjjal támogatott képzések száma. Ingyenessé vált a második szakképesítés megszerzése is, illetve 21-ről 25 évre emelkedett az ingyenes, nappali tagozatos képzés.